Sok szeretettel köszöntöm a Nexus Televízió kedves nézőit, önök a Zoom Boom sorozatunkat látják, és azon belül is ismét egy nagyon izgalmas beszélgetésre számíthattak, hiszen beszélgető partnerem dr. Szilák László professzor, kedves barátunk és állandó beszélgető társunk. Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy így húsvét előtti készülődésben, a sonkafőzés előtt, meg bevásárlás előtt még szakítottál ránk időt, és hogy itt vagy velünk. Én is nagy tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat és téged is, És innen jutott eszembe, hogy én még valódi sonkát kaptam a piacon, ami disznóból van. Képzeld el? Ö. Van rajta bőr, egy kis szalonna, hogy annak lenni kell, és ott van a, a hús. É, erre nagyon-nagyon szeretném felhívni a kedves nézők figyelmét, hogy jól becsüljék meg még az idei húsvétot. Még a jövő húsvétál is lesz valami, de hallottuk már ugye ilyet, hogy sertéspest is, baromfi is, stb., ami csak a, a, az ilyen génkezelt meg, mi táplál csirkéket, tudod, amelyik három hét alatt már akkora, ekkora mell van, de járni nem tudsz, szegény, azt nem tudott megtanulni. Na, ezeket nem viszi el ez a pest is, csak azt, amelyik ott kapirgál az udvarba, meg amelyiket a a háznál tenyésztik, úgyhogy ez a szomorú jövő, ez már a jelen, kezdet, mert, mert most már ott vannak a polcokon azok a kamuhusok, sonkának álcázva, amit hát most nagyon sok ember, nagyon sok konfitársunk főzöget majd a hétvégén a, a, a fazekában, mert azt még meg tudja fizetni, mert a jó ára van. Hogy ez nem gyanús. Na, de ez egy másik dolog, erről már nagyon sokat beszéltünk, Bardó előadását tessék meghallgatni, amit Sopronban készítettünk vele, ébresztő van, de nem csak ez a baj, hanem akár akármerre nézünk, Laci. Most megint ez egy nagyon vidám beszélgetés lesz, nem? Mert csupa olyan... De, olyan de, aktuális... Nekem vannak jó híreim husvét, az Oli. Olyan aktuális helyzetek vannak, hogy... De tényleg, de teljesen jó hírek vannak. Na, csapjuk bele. el, hogy állítólag Japán, be akarja tiltani, vagy betiltotta a messenger ellenes vakcinák alkalmazását embereken. Most ennek azért ellent mond, hogy ugyanakkor meg decemberbe, most 23 decemberben meg megengedette egy olyan vírust, ami még sokkal, a vírus, hát pontosan ilyen önreplikálódó ellenes vakcinát, ami ezt, én lefordítottam, hogy az egy vírus, de ha az vakcina is úgy adják be, és úgy önreplikál, akkor az rosszabb, mint a vírus, meg kikerüli az immunrendszer. De minden esetre most azt mondják, hogy Japán betiltja a messenger ellenes vakcinák emberen való alkalmazását a sok hirtelen halál miatt. Tudnak jobbat. <há> hát talán igen, <há> talán nem. De már ott is a népesség fogyni kezdett, nem nőnek. Tehát ott már nem kell szabályozni a, a gyerekáldást, mert most már nincs eddig szabályozták, hogy csak egy, meg két gyerek lehet, meg kinek lehet három, most már nincs ilyen. A másik jó hír, hogy Amerikában beperelték az FDA-t, az a, nem tudom mi nálunk, NNK valami talán, az oj volt, tehát ez az Országos Gyógyszerintézet, vagy mit tudom, aki engedélyezi a gyógyszereket és a dragokat, az Food and Drug Administration hivatal, Amerikában ez a FDA, de a lényeg az, hogy beperelték és pertvesztett az Ivermektinnel szemben. Tehát minden olyan megjegyzést és hirdetést le kell nekik szedni az internetről, ami azt mondja, hogy az Ivermectin az embert öl, és hogy rossz a COVID ellen. Tehát, és most már elkezdték leszedni. Tehát volt ilyen kérdés például, csak egy példának mutatta a honlap, hogy szedhetek-e megtint a Covid ellen? Válasz nem. Ezt azonnal le kellett nekik törölni, és, és hát azért ennek a pernek nincs vége, ez csak egy ilyen ö, internetzója. De ez minden esetre azt jelenti, hogy egyre inkább haladunk előre, és a, várja, talán a végén még várja. ebben valami lesz. Az optimizmusodat egy kicsit azért én szeretném megállítani, mert hogy itt nálunk Magyarországon haladunk-e előre. Nem, ehhez, ne, ehhez, ne, ne, ezt most nem Magyarországra ehhez, adtam, ehhez hogy a világban. Ehhez az a helyzet, hogy egy kormányváltásra lenne szükség, amit Na, most majd erről is fogunk később beszélni, amit most uh, egyre erőteljesebben szorgalmaznak bizonyos erők, és még most uh, szelet is kapott a vitorlájuk, de az a kormány, amely kötelezővé tette nekünk a, 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 vakcinát, és azt mondta a kormányfő, hogy aki nem oltatja be magát, az meg fog halni, és én ezt komolyan is vettem, tehát én készülök már a halára. Tehát nem oltattam be magam, és készülök is a halára, mert az élet ez egy ilyen veszélyes üzem. Pontosan az, hogy ezt megfogalmaztad, tehát ezt mindig mondom, hogy tördő, hogy a, a, a... Halál az élettel kezdődik. Ez a <laughs> Így van. Na most az északi szomszédainknál ez a ficó szóval ez szerencsésebb helyzetben van, mert ott ő neki még politikai érdeke is, hogy a, a, az előz elődjeire, a lipsi elődjeire rávarja a sarat, és amit lehet, az dobálja rá, és akkor ő el fog követni érdekelt, politikailag érdekelt abban, hogy bebizonyítsa, hogy hány embert öltek meg ezekkel a vakcinákkal. De itt állunk. Erről néma csend lesz. És hát... Igen, erre majd ki fogunk térni, Zoli, mert ugye van a magyar jelenség, és hát a magyar jelenséget, azt körbejárjuk, vagy szeretném körbejárni. Jó. Vele. Na? Már mindenki úgy. ezzel foglalkozik, hát már nekünk is valamit kell, bár tudod, mondtuk már, legelőször is mondtuk, mi ketten, hogy ez nem egy nagy durranás, mert azt mondta, hogy lopnak, hát lopnak. Hát mi is tudjuk, hogy lopnak. Nagyon lopnak, hát van, aki pofátlanabb bullop, azt is látjuk. De érdekes módon nem azt mondta, aki pofátlanabb bullop, bár mondjuk az a, a Wörner sadülügy ügy, ez nyilván kiúszta a gyufát, de szerintem ebben a mi hazánk és torockaiék sokkal előrébb jártak és keményebbet mondtak, mint valami is, bármit is mondotta a, magyar Péter. De rá akkor kezdjünk magyarozni. Na, tehát egyetértünk mindjárt az első kijelentéseddel. Számunkra, ez mindjárt az elején, amikor ez föl, föl, megjelent, Semmi újat nem mondott. Nem. Ezt mi tudtuk. Azért örültünk neki, hogy a magyar Péter ezt így kiteregette, meg a média így fölfújta a jobb, a, vagyis a baloldali média, tehát a liberális, ezt vegyük észre, hogy minden népszerűségét a baloldali média épített. Épít most is nagyon készségesen. Szóval, hogy ezt elmondta a Péter, ebben annyit reménykedhetünk mi, egyszerű halandók, hogy akkor még rajtunk kívül még egy pár száz ezer honfitársunk, egy-két millió honfitársunk is ráébredt, hogy jé, ezek tényleg lopnak. Ilyen durván? Na, mondja tovább, bocsánat, csak ezt, ezt rá akartam tenni a pontot erre, hogy ez, ez tényleg így van. Ehhez képest aztán most ez valami irányba elindult. Ő nem indult semmibe. Ő neki nyilván, ezt te tudjuk, hogy végül is ki vagy mi bérelte föl. Zoli, ezt az ötletet még senki nem mondta, mi meg mondjuk, már, mert már minden verziót elmondtak, hogy, hogy ilyen csúnya, ilyen G, G ember, meg, meg mindent mondtak rá már, ugye a, a hivatalos média. Ahogy ne. Ó, mert most nagyon köpködünk a Magyar Péterre. De most neked az a szenárió mennyire tetszene, vagy mennyire éreznéd de nagyon negatívnak, ha azt mondanám, hogy tulajdonképpen ez egy színjáték. Ja, az, persze. Ah, az, meg is egyeztünk már, is tudom, hogy te veled megegyezek, Zoli. De, de, de a, a, onnan kezdve színjáték, hogy, hogy veri a feleségét. Tehát most ez majd kitérünk rá, hogy most nem áll egy igazságügyminisztert, ver bárki, akkor, amikor, és akkor ott van száz rendőr, és leválasztják, külön lakosztályt adnak, vesznek neki elküldik, a férjét eltávolítják, nincs ilyen, de biztos, de, tudod, hogy nem. de tudod, ahogy elnézem ezt a, varga, ezt a Varga Juditot, ahogy elnéztem, tudod, azért ez egy karakán nő. Az, inkább ő volna a Pétert. Fizikailag is. Fizikailag is. Igen, igen, Érted? Igen. Szóval nem egy olyan kis nyámila iszéktának, nézem, nem. kis fruskácskának. Nem. Ráadásul azért szült három gyereket ennek a Péternek, tehát azért... Hát eh, eh, szült három amit, gyereket. Hagyjuk már ezt, hagyjuk Jó, már igen, ezt, igen. igen, igen hagyjuk. Na, de de az én az. Mi van, ha ezt meg is volt beszélve a kedves ex igazságügyminiszterrel, hogy ők ezt fölmondják a Magnóra. Én szerintem ez, ez, nem azért, de biztos lehet őt csinálni, hogy, hogy, beállítani, meg megnyomni egy gombot. Hát az én mobilom gyakorlatilag ezt nem tudnám megcsinálni, mert nem értek annyira hozzá, meg néha ő felvesz, és elkezd beszélni, de más is, tehát Hozzá nem érsz, és egyszer csak úgy valamit mond, vagy valamit bekapcsol. Lacikám, az viszont biztos, hogy most az ország fradi dózsa állapotban van, mint egy rangadó előtt. Igen. 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 Az egyik fele az Varga Judit, Fidesz, Fidesz, ez egy hazug tróger ez a szemét. A másik fele Péter a megváltó, Péter a megváltó, Isten hozott, megyünk utánad, azt se tudjuk, hogy ki ez a fiú te. Igen, pontosan. Na most, de tudjuk, tudjuk, Zoli, tudjuk. Nyilvánvalóan, most mit nem mondott a, a, megváltónk? Már akinek a megváltója. Például, amit mondott, hogy ő nem hajlandó készpénzzel fizetni, csak kártyával. Ezt hallottad? Bement a valamelyik luxus cipőboltba, és felmutatta a kártyát, és mondta, hogy mivel fizet, ő csak is kártyával. Nem Tehát azért ez már biztos, hogy nem a, a, a mi emberünk, inkább a globalisták embere, ez már egy jel. Aztán ö, azt ugye mondta, hogy a Wörner, adől meg a Rogál, mert lehet, hogy valami, ott van nekik valami elásva, valami kis háború, de de azt nem mondta, hogy kilop a legtöbbet. Azt nem mondta, hogy hova tűnik el a pénz. Az ellen nem szólalt föl, ami aztán végképp erkölcsön, Oh. Te. itt nincs morál. Ebben a kormányban nincs morál. Hát ezek miközben leváltották a, a, a köztársaság elnököt. Leváltották az igazságügyminisztert. Utána bejelentik, hogy ja, most már a teljes családtag pereputy használhatja a katonai repülőgépet saját célra. E, Tehát semmi, csak én tehát már, hogyha most azt gondolják a szijáték, hogy akkor most kirúcszanak, mit tudom én? Havajra, akkor beül a, a Ángyikám is, és akkor elmennek havajozni. És akkor mi kifizetjük. Persze. De ez, ez megint egy nem nagyon tűnt fel. Persze mondogatják, hogy hát most már ugye megutaszthatja a nagymamát is, meg a szomszédasszonyt is, hogyha a rokonnak tekintik. Persze, de azt is mi fizetjük. És még ami a legfelháborítóbb, és itt aztán végképp kibukott, ugye, a szögazsákból, hogy a spár ügy. Beszóltál, Spár! akkor megveszünk kilóra, mondta Lázá, ja, igen, 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 igen. Hát ez, ez, ez a demokráciában az így történik, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy téged sikeres vállalkozás, most akkor én lenyomlak? Mert én mondtam neked, mert ezt megbeszéltük, és szerintem azért csak fel kéne felkéne hívnod a Szakács Árpádot, mert aki, amit valami értelmeset mondott, az még mindig a Szakács Árpád, Most megpróbáltam visszahallgatni, hogy melyik műsorában mondta, mert csinált egy két útra hangot, meg a Fiala Jánossal is beszélgetett egy picit, hát legalább egy óra, húsz percig, de az volt a kérdés, hogy, hogy tulajdonképpen hol és ki mennyit lop, és akkor ő mondta, hogy amit mi is mondunk, hogy de, de nem a Mészáros cég, meg nem a Tiborsz, meg nem ez, akit mi most köpködünk, ők, ők a legre. Persze, hogy lopnak, hogy több milliárdja van forintban de azt mondja, ő látott egy szürke kis senki államtitkár vagy államtitkár helyettest, akinek dollár vagy euró milliárdjai voltak a Kajmán szigeteken bankba. Tehát itt van a pénz emberek, tehát mi nem tudjuk igazán még az ellenséget se, és itt van az, hogy az igazságot, amit itt előtte beszélgettünk, hogy most akkor küzdünk a globalista ellen. Na ki a globalista? Csapjunk oda nekik! Hát jó, hát most, most oda csapunk, most jó, persze megérdemli ez a fölső száz is, akinek oda csapsz, de nyilván nem barátsággal és természetes úton szerezte a pénzét. Itt, itt, itt csak zárójelben szeretném megjegyezni, és tényleg a nézőknek a figyelmét felhívni, hogy a mi, itt, akik erőlködünk, Lacival is, és még itt egy páran, igazából kétoldali szembeszéllel küzdünk. Egyrészt van ez a, ez a hatalmi struktúra, és ebben én beleértem a jobb oldalt is, meg a bal oldalt is. Szóval ugyanaz mert ugyanazt a cirkuszt játszák, ugyanaz, és a háttérben a szőnyeg mögött, vagy a függöny mögött meg szépen lebratizzák, hogy hogyan, meg miképp vagy. Ezek az érdeksérelmek veszélyeztetik minden esetre a színpadot ők rendezik be. De akkor, amikor cselekedni akarunk, amikor azt érezzük, hogy a 20 óra már régen elmúlt és hogy meg kellene állítani ezt az akkumulátor meg a, ezeket az élelmiszer, elvonásokat, meg ezeket a felesleges karbonlábnyomos őrületeket, amiket nem, már nem viccként kell kezelnünk. Véresen komoly, hogy pár éven belül, ha, hogy nem lesz természetes táplálékunk. Igen. 2030 nagyon közeledik, és nem 2030-ban lesznek majd azok a drasztikus változások. Addig, Kiköltöztettek bennünket, megveszik a vagyon, a lakásunkat, és majd nagyon jól fog, mindenki nagyon jól fogja érezni magát. Zavartalanul működnek ezek a folyamatok, mert itt a civil oldalon is azok a lelkes, ambiciózus, jószívű, tiszta szándékú, elkötelezett magyar emberek, akik tenni akarnak valamit, hát azok is olyanra oltják ki az energiájukat, aminek semmi haszna eredménye nem vezet sehova. De térjünk vissza. Bocsánat, ez csak a kitérő volt. Csak a sertéspessziste, hogy amikor ki volt Orbán Viktor Macronnál, következő héten már kitört nálunk a madárinfluenza, éppen a, a mártonnapi libákat kellett volna vágni, és akkor ugye hirtelen itt nem is lett magyar liba a piacon. Mert kitört a, se, a, a madárinfluenza. Hát, te, és, és, és mondtam, tehát ezek a, 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 ezeket tenyésztik ezeket a kacsákat, libákat, baromfikat, ez már nem, nem olyan ám, ahogy régen volt, hogy a ott elszak a udvar hátára, a tyúk meg a kacsa együtt, és akkor ott egy kis kacsa még meg én is öntöttem vizet a nagyanyáméba, és akkor, hogy, mert ez milyen jó a kacsának, hogyha le a nagy hőségben megvizezi magát, de nem, 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 nem. ezek már, zsilipkamrával, szűrt levegővel, akármivel, és ezek után kitör ott a madár influenza. És pont ott fog kitörni, ahol akarják. Így van. Így van. Na, ezt csak úgy megegyeztem. Tehát vissza erre az egészre. Tehát nem tudjuk jobban elmagyarázni, kedves hallgatók, hogy a kormányunk és pártunk bármit tesz és vásárol, azt leginkább nem, leginkább mindig. Az önök és a mi pénzünkből fizeti. Tehát, mert, mert ő neki honnan lenne máshonnan pénze? Ő csak az adókból él. Az adókat meg tőlünk szedi be. Egyébként most láttam itt valami hirdetése, hogy tavaly mindössze 28 milliárd, mit tudom én, 470, nem tudom hány millió forintot szedtek be az rendőrök gyorshajtás, büntetés, ér is. 28 milliárdnál többet. Ezt csak úgy megegyeztem. Ezt is mi fizettük. Na most visszatérve akkor erre az egészet. Tehát most éppen, hogy befejeztük a kínai megbeszélésünket, akkor őt ugye a hír, valami kommentelő írta, hogy a Corvinus ZRT állami, megsegítve a Hernádi Zsolt magán, hogy mondják ezt, tőke alapját, ez az a, a, a magán tőke alap, az a lényeg most, és megvett magának az ő érdekeltségébe tartozóba egy spanyol nagysebessége közlekedő vagongyárat. Potom 600 millió, 630 millió euróért. Aminek a tőzsde értéke 400 valamennyi volt, de most ez mindegy is. Ennyien adták, vagy ennyit fizetett érte, kész, nem kell licitálni. De, de minek? Ez, ez most nekünk már megint minek? A Vodafone minek? A Reptér minek? Ha már egyszer ugye privatizálták, tehát reprivatizálják, aztán megint privatizálják, aztán megint reprivatizálják, és ez mind, mind mi fizetjük. Mert még egyszer, kedves hallgatók, nézők, azt tessék megegyezni, hogy a profit az privát, az nekünk semmi közünk. Az adó az a azt mi fizetjük. Tehát, na most a Magyar Péter onnan nem lesz hiteles, hogy egy szót nem szólt még arról, hogy például amit ő ellopott pénzt, hajlandó visszaadni, ő pontosan tudja, hogy ki mennyit lop. Nem, hát az most kell a, a színpadépítése, tudod, meg a... Jó, a... mondjuk az az ő pénze, de ez se biztos, hát... mert ezt is álltak már összekalapolta, de mindegy, meg neki nincs pénze, mert mert kím volt Brüsszelbe feleségével, nem tudom, két-öt évig. Hát elváltak, és most tudod, akkor ez sokba kerül, meg hát... De ha most ezen az április hatodikai rendezvényen, amit most éppen úgy beszólt, és erről beszéljünk, hogy ennek mekkora tétje van, és hogy milyen veszélyforrás. Ha ezen majd ott elenged, hogy hát a gyerekek, az a helyzet, hogy most egy ideje nem dolgozok, mert kirúgtak, vagy ott hagytam ezt a jó kis párnás munkaimet, és most megélhetési problémáim vannak, hát azért, hogy egy, összelájkolnak neki egy pár száz milliárdot mindjárt, vagy pár száz milliót mindjárt ott a téren, hát amennyien lesznek. Na, szóval ugye a döbbenetes az, hogy akkor ez a fiú így megrázta magát, nem tudom, itt a napokban, és akkor már is ott volt pár ezer ember a, a, az ügyészségnél, am, a, amikor kijön az ajtón, de valaki azért, szóval most már mi csináltunk ilyeneket, tehát azért én nekem óriási rendezvényszervező gyakorlatom, tapasztalatom van, szóval ez, ez, ez nem úgy van, hogy csak magától így hirtelen ott tud lenni ennyi ember, tehát azért, mondjuk úgy tételezzük fel, hogy azért vannak láthatatlan segítői ennek a Magyar Péternek, pedig olyanok, akik már régen elkezdték ezt a szakmát, és igen nagy gyakorlatuk van benne, és ők biztos, hogy nem fognak előlépni a, a függöny mögül, hogy megmutassák magukat, mert a, a Péterke az, aki a, színpad el, a színpadra tolva, hát ő a soros miniszterelnök jelölt, ha értjük. Hát a soros. Miniszterelnök jelölt. Még a a, a, a. a naivaknak, ha esetleg nehéz, hogy leessen, amikor ő magyarnak mondja magát, már hát az a vezeték tevet, ennyiből magyar, rendben van. De meghirdeti az, hogy akkor most itt a nemzet, meg nem tudom, és a, a szegény toroszkai Laci azt mindjárt azt mondja, hogy jó van, fiú, hát akkor gyere, gyere, keblünkre zárunk, és legyere itt a magyar, csapatban, a, a, nemzeti csapatban, a mi hazánknak egy oszlopos tagja, és akkor az mondja, hogy mi az, hogy mi hazánk? De hogy leszek? Hát egy egy saját pártot, igaz? Mi hazánk? Hát az nem lesz az a Fidesznek egy szatellitpártja, majd én leszek a mérleg nyelve. hogy, ez, hogy nem esik le, kedves nézők, hogy ez, ez megint csak egy átverés, és megint csak elfedi azokat a valóságokat, amikkel foglalkoznunk kellene, elviszi az energiánkat, és pont arra nem marad, amire kellene fordítanunk. Például, hogy megszervezzük magunkat, és felépítsük azt az alternatív társadalmat, gazdaságot, amelyik nem ezt a hatalmi struktúrát szolgálja ki, de hát a Soproni előadást, a Szombathelyt, a Debrecenit, stb. Úgyhogy erre én most nem térek ki. De mit gondolsz erről, hogy ez a Péter aztán bejelentette ott lazán, hogy akkor április 6-án téren találkozunk? Hogy látod, lesznek ott a Kossuth téren egy pár száz, mondjuk annyian, mint a legutolsó WHO elleni tüntetésen? És ezt nem <laughs> cínikusan akarom mondani, vérejét és ne esik, csak tessék megérteni. Mit kinted, gondolsz? De ny 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 nyilván nem tehát ott lesznek, hát azt a millióan nem lesznek valószínűleg, de több százezen biztos lesznek. Na most ez így van, ahogy te mondod, tehát szerintem is az van, hogy ez nagyon föl építve, és lehet, hogy kell hozzá ez a cirkusz. A közönség, hát már romák is tudták, hogy a közönségnek cirkusz kell. Aztán, hogy most ő kikit vert, meg nem vert a, a színfalak mögött, nem vert ott senki senkit szerintem. És az a, az a videófelvétel, ami, vagy videó, hangfelvétel, amit, de biztos videója is egyébként miért lenne. Tehát a hangfelvétel, amit bemutatott, az eléggé barátságos beszélgetés volt az akkor még feleségével. Szó nem volt, hogy zokogott volna, nem volt. Ez külbaja, hogy a vacsoránál megbeszélték, és mondom, én szerintem még az is le van zongorázva, hogy ezek, ezek tényleg tudták. Ki volt rakva a telefon, belemondta, ne legyen bajod, úgy csináljuk, mintha kész. És akkor titokba fölvette. És akkor é. utána mondhatnak rá mindenféle rossz szavakat, meg se az épkét az arca, látott, tehát nem veszik föl. Tehát leszíthatják, anyázhatják, áramkodhatnak rá, nem, nem zavarja. Tehát azért fel van ő készítve rendesen. Profi a fiú, tehát meg, profi, a, Meg, meg, profi, mindegyik, profi, mindegyik meg a, a, beszédeket is nagyon jó mondja, tehát azzal sincs semmi gond. Hát, nem véletlenül van kisebbség, aki megkérdőjelezi, mint mi, ahogy mi is megkérdelezzük, mert onnan válna a hogy álljon fel, és mondja meg, hogy ki a több milliárdos kajmán, Szeselszigetek ki, stb. számla. Ja, és nehogy mondja meg, az kevés szerezzük vissza azt a pénzt, mert az a mi pénzünk. És a Pesnik Mária az is hallgatom, nem is tudom, talán egy-két hete vettek föl vele valami beszélgetést, és hát ő aztán tényleg benne van, mert ő valami pénzügykutató érté, vagy elnézést kérek, ha nem ennek, valaminek a munkatársa, és mondja, hogy igazán az adósságunk 2019-től duplázódott meg. Na. Tehát mi megmondtuk, hogy ez most, hát most már nem. Most már nem, mert most már megint vettek föl hitelt. Tehát most már lehet, hogy 130 milliárd. Pori? Nem, 130 ezer milliárd, ugye? Igen, igen. 130 milliárd az számom. kevés igen. pénz, annyi még ne, az nekik a zsebükbe is van. 130 ezer milliárd lehet az, a, igen, ezer milliárd lesz az, mert dollárba kell, azt meg laosztjuk kettő, igen, a 130 ezer milliárd. Tehát már már a 120 ezer milliárd is már nőtt azóta. És hogy honnan veszik meg a spárt? Tehát ha neked nincs pénzed, te nem, nem, nem fogsz költekezni. Neked nem adnak még hitelt se. És hát az, hogy itt ebben az országban az embereknek az életminősége, életszínvonala hogy romlik, ez mellett ez döbbenetes. Na de még erről a hatodikáról én szeretnék egy pár szót mondani, és, és engedtessék meg, hogy, a, hogy itt ne ilyen rózsaszín szemekkel próbáljam a, azt a képzetet erősíteni, hogy az milyen jó lesz, hogy akkor ott majd esetleg százezres tömeg összejön és rázza az öklét. minden ilyen nagy rendezvény az veszélyforrás. Emlékszünk 56-ra? békés tömeg elénekelte a himnuszt, és hogy akkor megtörtént a rendszerváltás, és közéjük lőttek. Utána teherautókkal hordták el a hullákat a Kossuth térről. De az elmenekülő emberek két sarokkal arrébb már találkoztak egy másik csapattal, aki meg osztotta a fegyvereket, hogy lőjetek vissza. A Majdanra emlékszünk? amikor békés tüntetők szembenéztek a rendőrsor fallal, és minden úgy nagyjából rendben volt, mert szabályosan mentek a dolgok, Még nem az egyik szembelévés, én voltam azon a téren, ház tetejéből, vagy felső szintjeiről lövések dördültek, és egy rendőr, egy tüntető, megint egy rendőr, megint egy tüntető. Ennyi. Nézzük meg, mi lett Ukrajnából. Nézzük meg, mi lett 56 után azt a véres terort, ami a következett. És aztán még sorolhatnánk példákat, inkább a nézőkre bízom, hogy, hogy hány narancsos forradalmat tudnak itt hirtelen fellicitálni. hány hamizászlós műveletet tartunk számon a történelemben, és ezek a rága jó szakértők még az egyik nagyon nagy nevű, nagyon nézett nem góly, szakértő, a minap a, a, az egyik nagyon alternatív, de nagyon piacvezető megmondó csatornán azon gondolkodott, hogy hát ugye a szeptember 11 az nem egy hamis százos mivelet volt, hanem hát szóba szó hogy most itt az orosz-moszkvai terror kapcsán, hogy akkor hamis zászlós művelete ez, vagy hogy kik szervezték ezt, és akkor ez a fiú azt mondja, hogy igen, biztos, hogy voltak olyan a történelemben olyanok, amikor megrendezték, és nem az történt, mint ami valójában, de nagyon kellett gondolkodnia, hogy mert hát a szeptember 11 az, az csak az összeesküvés elméletesekben van az, hogy az, az nem Megrendezett volt? Persze és akkor nagyon gondolkodott, hogy mit is, azt nem jutott eszébe egyetlen egy példa, se hát, pedig biztos valami van. Hát egy ilyen perfekt embernek, aki egyébként ennyire a hat tudományoknak a tudója, hát annak azért, hát hogy kapásból el kellett volna egy négyet, ötöt sorolnia, de hát nem tette. Na mindegy. Szóval a Pápari is hat, én nagyon óva inteném a mint a lakosságot, és ebben az a az is egy fontos elemám, hogy a vidéki emberek számára ez nem olyan forró, ez a dolog. Budapest, a liberális Budapest, tehát az itt lévő nagy tömegű, agymosott, az akivel, akit irányítani tudnak, ez a veszélyforrás. Ezt gondolom. Vagy vagy hogy látod, hogy ez egy tényleg egy ilyen. Én mondjuk át... nem látom, mennyire sötéten, én szerintem elmennek tüntetnek, még az sem biztos, hogy a kormány távozását kérik, legfeljebb csak a Rogánét, aztán haza mennek. Hát Laci, hogyha ezen a szinten nézzük, de hogyha kicsit magasabb szintről nézzük, és bekalkuláljuk, amiről már azért többször hát igazad is lehet, lehet, hogy, hogy úgy lesz. Hogy azért nem, most már úgy. itt azért legalább ezer éves múltja van a magyarság írtásának. Mert a Kárpát-medencére azért nagyon fáj egyeseknek a foga, és hát azt látjuk, hogy a mi drága kis nemzetünk fogy rendesen, és éri mindenhonnét a, a, a dupla kézzel: Trianon, II. világháború, rákosi elvtárs, kádár elvtárs, rendszerváltás, kapitalizmus, Rócsildok, IMF, most a. a, a ez a, rend, ez a, hatalom, amelyik éppen milliárdokat fosztogat naponta a, az államkasszából, meg a mi adóinkból, közben települnek be ugye szegény Héber testvéreink, ugye, mert hogy a, a, itt otthon érzik magukat, meg biztonságban, mert hát egyébként mi júdeok keresztények vagyunk, és az Ószövetség alapján tudjuk, hogy minden hitünket, tudásunkat a zsidóságnak köszönhetjük. De hát a cigányság az most már érdekes módon, arról, az most már az is, annak is, mint hogyha már csökkenne a szaporulata. Tehát az, az, sem tudja már reprodukálni magát, mert volt egy pár évvel ilyen ezelőtt egy, nem tudom, még a Jázsi kis Imre barátom, de nagyon tisztelem és nagyon szeretem a mai napig is. Imre beszélgetett arról, hogy ez így folytatódik, hogy a magyarság fogy, a cigányság meg növekszik, akkor pár év, egy-két évtized, és akkor a a cigányság lesz többségben, hát ez is megáll, tehát az, az sem úgy van. De hát pótlásnak jönnek a kínaiak, tehát a, a kulturális önvédelmünknek azért éppen itt lenne az ideje, hogy belekezdjünk. Szóval... Képzeld, Zoli, ezt, csak ezt hozzáfűzöm, hogy én járok piacra, imádom a piacot. Én is, igen, igen. És ö, le is szoktak szólítani, és egy kedves nézőnk, hallgatónk, egy hölgy közli velem, hogy ó, oh, szilákúr, ön az, ő mondja, én vagyok. És hát nagyon jó volt a műsoruk, ez a kínai is műsor, és de azt tudja, hogy 60 ezer kínai terveznek Szegedre betelepíteni. Oda is? Mhm. Uh -huh. Akkor Szegeden is jó lesz az építőiparnak, mert akkor azoknak lakás kell építeni, barátom, éttermeket. A kínaiak építik. Hát ó, úgy ért. Ja. Hát mindent de, a kínaiak építenek. Tehát te, de, az, de, de csinál, azért valami egyéb Segédmunkát azért csak adunk, hát ha csak nem, azért nem, nem, nem ukránokat? Semmit se. Nem, semmit se. Semmit igen. se. Addig, amíg letolják a földet, addig az magyar gép teszi, de már a gondolom a összetolt termőréteget, azt már más adja el. De tényleg asztal. van egy egy jó videó. Ez ott a, ott a bidéhez kell, ha. ugye, vagy bide, bide, vagy mi ez a az a bide, 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 bide. bidét, bidét építik. Igen, igen, a bidét. Bide. A vidék vidét épít. A vidéki vidék. Jól a van. vidéki vidék, igen. Na, és akkor de hogy. De, majd megnézem, hogy mi volt ennek a pontos címe, aztán fölírjuk a, a, a videó alá. Lényeg az, hogy felháborodva mondja, hogy rá is videózza, hogy hát véletlenül, egy munkagép eltévesztette a, a GPS-kódnál, és az ő földjét túrta föl. Be volt vetve, és letarolta róla a termőréteket egy méter vastagon. És mutatja, hogy. És hát, ez nem is a szépítkezés. Ja, akkor tévedtünk. És akkor ott van benne egy, ez egy, egy, mit, négy-öt méter sávért, egy méter, milyen eltorva ez a termés, minden nem számít. És a szegedi emberek ezt tudják? Hát gondolom, hogy akarja, hogy tudják, meg gondolom, csak megnézik a videóit, de, de hát ezt kéne ugye játszani a, a, a nagy tévéknek, de azt nem fogják játszani. Meg de még action. egy action volt. Ja, igen, hogy a, ugye megjelent a mi videónk, és tudod, mondtam, hogy építeni fognak 44,4 négyzetkilométerre, mit tudom én, hány millió forintére egy napelem parkot, szintén kínaiak a tokaj alá valahova, és ezt képzelt, mondta két nappal később az ATV. Nem egészen úgy, nem, nem, még az sem egészen a, a, a hivatalos hírt mondta, de már legalább annyit mondott, hogy hát igen, hát akkor még egy nap elem, naperőmű parkot fognak építeni. Nézik a Nexus tévét, látod? Hát igen, a Nexus <laughs> névét kell hallgatni, mert mi már megelőztük még azt is, és pedig az ATV azt mondja, hogy ő független, és, és nyilván nem független. Tehát ahogy a szakács Árpád megmondja, itt nincs függ... mi, mi? mi vagyunk független média, mert ugye mi vagyunk a koldus egere, vagy a templom megere, tök mindegy, mind a kettő koldus, tehát nincs mit enni. Tehát nekünk nem fáj, ha nem adnak pénzt, mert eddig se adtak. az, az jutott az eszembe, hogy amikor általános iskolába jártam, és mit tudom, ötödik esetem akkor azt hiszem, ötödikesként kötelezően el kellett kezdeni tanulni az oroszt. Hát velem nem nagyon tudták megtanítani, de egyébként ez általános jelenség volt ebben az egész országban, volt később, hogy mindegy, ezeket a sztorikat nem mondom el, de úgy gondolom, hogy nagyon nem sikerült ezt az orosz megtanítani a magyar lakossággal, volt egy ilyen belső ellenállás, de azért hát sikerült kettesel áttevickélnem ezeket az akadályokat aztán jött a rendszerváltás, vagy közeledtünk a rendszerváltás felé, még a 80-as években én vendéglátóban is dolgozgattam, Balaton, németek, a nyugatnémetek, ha emlékszünk még rá, Igen. hozták a nyugatnémet márkát, mi volt az orosz helyett a slágernyelv, amit itt tanult fél Magyarország, a német, az volt az ige nyelve. Így én is németet tanulgattam, aztán jött a rendszerváltás, és kiderült, hogy a, nem a német a menő, hanem az angol. És most mindenki angolul tanul, bizniszkólok, -ok meg ilyesmit. Tudod, ha most egy kicsit előre gondolunk, és hogyha fel akarunk készülni, meg a fiataljainknak akarunk valami jó tanácsot adni, inkább gyerekek a kínait kezdjétek el tanulni. Te, az a, Zoli, az, az a, jövő igazság, hogy nyelve. A szomszéd azt mondta, hogy képzelem el, hogy a fia kínaiul tanul. A piacon az egyik kedvenc árusomlánya már, mit tudom én, talán felsőfokú tett kínaiból. Tehát Igen. már azért bizony Zoli, a fiatalokat nem csapott be, ők már tudják az, az időszelét. Igen, hát ráadásul, akik ilyen sokan idejönnek, jönnek, azok nehezen tanulnak meg magyarul, mert ugye a magyar is egy nehéz nyelv, nem csak a kínai, és hát nekik is kényelmesebb, ha mi beszélünk kínaiul. Szóval. Mi meg olyan szolgalelkőek vagyunk, hogy mindig a, 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 aki annak a nyelvén beszélünk, aki éppen a, a gyeplőnket tartja a kézbe, hol latinul, ugye? Na, a Magyar Pétert szerintem azt kiveséztük teljesen. Így a, a vége felé szeretnék eldicsekedni, hogy voltunk a, a hős városban, Sopronban, és uh, Magyar es, vagy másik Magyarország rendezvényen, és akkora szívű emberekkel találkoztunk ott, hogy uh, hát szerintem uh, ezt uh, nem tudom elfelejteni, és akik ott részt vettek, mind nagyon jól érezték magukat. Ott volt többek között egy buszsofőr fiú is, aki lelkes nézője a, a Szilák Lászlóval készített beszélgetéseknek is, és idézget belőle, és mondogatja vissza, és felhívta egy nagyon érdekesre a figyelmemet, buszsofőrként, azt mondja, erről nem szóltatok egy szót se, hogy az, aki, ugye most bevezetik ezt a, a jegyet, a, és hát a készpénz az feláros, feláros lesz. De azok a boldog kis öntudatlan emberkék, akik a kártyájukkal e, vásárolgatják meg a buszjegyet, és szállnak fel a járatra, azok azt az adatot is simán rögzítették a nagyokossal, hogy ők éppen mikor utaztak A-ból a B-be, és aztán hát láthatjuk az összes folyamatot tovább. Tehát, hogy ez is egy adathalász folyamat is, mert ne gondoljuk azt, hogy akkor ez nem kerül be egy adattárba. Persze, hát nem érdekes ez. Hát én tisztességes ember vagyok, én rólam bármit rögzítgethetnek, igaz? Ja. Addig, amíg meg nem szorulsz, és akkor nem akarnál olyat csinálni, ami a saját érdekedben van, mert akkor meg nem tudsz. Szóval ez a készpénzes ügy. Ja, és itt, hogy is volt ez a magyar fiú, ez a magyar Péter, ez viszont mindenhol bankkártyával fizet, ugye? Így van, így van, így van, és, és most már azért, hát nem jó hír, de Kanada és Ausztrália nagy lépést tett a digitális, digitális mindennek a bevezetésére is, tehát kezdik kivonni a készpénzt, kezdenek rátérni a csak csakkátutalással, csak átutalással, és hát a digitális állampolgársággal, és Kanada azt hiszem már jobban is áll, mint Ausztrália, mert ott már valami tehát bankszámlaszám szám, és valami hitelt, meg nem tudom még, mit már hozzákötöttek az emberekhez. Tehát még szerintem elérhető az interneten, van egy utópia, be kell írni, hogy utópia. Igen, igen, jaj, zseniális. Film, egy. Az egy zseniális film, és az nem sci -fi. Emberek, az nem sci az, az, az a holnap után. Hát, itt... az, az nem tíz év, nem száz év múlva lesz, az holnap után, vagy, vagy meg még hamarabb sajnos. Itt kopogtat a. Itt kopogtat, és a nem tudjuk. Hogy már azt tudják van, mondani, hogy nincs, ez már náluk mi mi a van. jelen, sőt már az elmúlt évek valósága meg. Most Oroszországban is volt ez a nagy terrortámadás, tudod, Igen. E, e, figyelt, és akkor ez most már tényleg az utolsó a befejező témánk. E, attól, hogy e, 140 halálos áldozat, nem tudom hány sebesült, és akkor ilyen nóném, no ilyen amatőr terroristák tudták ezt elérni. Ez mit jelent akkor az oroszországi lakosság számára? Jobban fel kell készülnünk, szigorítani az ellenőrzést. tudnod kell, hogy nagyon gyorsan elkapták őket, de ez azért van, mert Moszkva, meg nem csak Moszkva, Oroszország. Hát régen gondolod az átkosba, és már hozzászoktak, mindenhol ellenőrzési pontok voltak, nem tudom, járt -e arra. Mindenhol rendőrizi. Na hát ezt tovább tökére fejlesztették. Szóval a, megfigyelés az eze, ezres. És akkor persze gyorsan le tudták őket kapcsolni, amikor akarták, hogy most már akkor lekapcsolják őket, de most megint fokozni fogják. Hozd létre a problémát, várd meg a reakciót utána, a, a, kérésre ad meg a, azt a választ, amit eleve el szerettél volna érni, ugye? Most Franciaországban lesz majd az olimpia. Hát az orosz terrorzámadás után egész Európára rájött a rettegés, és akkor most féljünk, féljünk. Mit, mi lesz? Hát jó van, a titkos szolgálok titkosan dolgoznak, de hát ez nem elég, minden utcasarokra, minden lépcsőházba, minden boltba kellenek kamerák, meg megfigyelők, meg beléptető kapuk, meg az égvilágon minden ilyesmi, és hát ez a mi érdekünkben lesz minden. Minden a mi érdekünk, a mi biztonságunk érdekében. Én nem is tudom, Laci, hogy élhettem meg ezt a kort? Azért tudod, az én gyerekkoromban szabad, szaladgáltunk, meg bicikliztünk mindenfele, se bukós is, se térdvédő nem volt rajtam, meg, meg, nem is tudom, meg ezek a bacilusok, meg ezek a vírusok, pedig aztán ott a mezőn, a szántón, meg, meg, a, a libakergetés közben beleléptünk, a, a, meg a malomárokba fürödtünk, te, hogy, hogy hogy, 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 én nem is értem, hogy 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 tudtam életben maradni egy ilyen veszélyes időszak után, de most szerencsére, kedveseim, eljött a béke és a megnyugvás időszaka, vigyáznak ránk, figyelnek bennünket, a nagy testvér mindent megtesz a mi biztonságunk, egészségünk, meg a pénztárcánk érdekében. Hát a mi kettőjénkében lehet turkálni, az enyémben biztos. De szerintem a tiédből se sokat vennének ki. Laci, és eh, talán csak annyit eh, tényleg zárszónak, hogy eh, itt most eh, igyekszünk eh, jobban, eh, hogy is mondjam, eh, másképp gondolkodva egy kicsit ezeket a híreket elemezgetni, és beszélgetünk ezekről, hogy másokban is gondolatokat indítsunk el, nem azért, mert mi tudjuk a Tutit meg a Frankót, csak eh, gondolkodjunk közösen. De ez kevés. Cselekedni kell. Eh, a vesző paripám, hogyha az a hatalom, amelyik a markában tart bennünket, a kicsi-nagy, mindegy, a magyar állam feletti hatalom, vagy a nemzetközi államok feletti hatalom, teljesen mindegy, az megszervezte magát. Annak hatalmi eszközei vannak, média, pénz és gazdaság. De hát mi miért nem tudjuk megszervezni magunkat? Miért nem alakítjuk ki azokat a kapcsolatrendszereket, azokat a működő organizmusokat, amelyekkel az államot szervezhetnénk ki, Oh, bocsánat, a társadalmat szervezhetnénk ki az állam alól, mert nem a tesco kell szidni, nem kell oda menni vásárolni. És akkor tönkre megy, elmegy a francba. Ha nem veszünk fel a banktól hitelt, tönkre megy és elmegy a francba. Egy darabig bírja, aztán elmegy. Mindezeket meg tudjuk oldani egymás közt, ha egymásra figyelünk, és hogyha ha a saját rendszereinket tartjuk életben, te, a, a Tesco helyett nem lesz magától, tehát azt létre kell hozni és most mi elkezdtünk ilyen folyamatokat. Hívom rá a magyar szívvel rendelkezőket, segítsenek, vegyenek részt benne, mert a saját jövőnkbe tett befektetés az, amit ma ilyen megoldások felkutatására, életbe léptetésére fordítunk. Pizes készpénzzel? Pizes készpénzzel mindenkinek kellemes usvétot és amíg teheti vegye meg a valódi püstölt, szárított sonkát, mert az még húsból van. A gyors pácoltba már nem vagyok biztos. Igen, későn úgy formázva. Meg, meg hát amit nem tudom, végül mondtuk, nem mondtuk Zoli, hogy hát már a kiskerteket ugye megadóztatják. Azt az egyik kolléganőm azon nevetett, hogy, hogy büffentett egyet, Új! Akkor már nem sokára engem is megbüntetnek az öldek. Széndiokszidot befögtem föl. Jaj, 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 jaj. Fizetni fogom az adót. Ezeken jó elvihorászunk, de ez lesz. Ez lesz. Ez lesz. Na, úgyhogy most akkor készülünk az ünnepre. Tessék élvezni a nyuszit, meg a tojást. A, a, amit hogy is van ez a nyúszítója a tojást, vagy valahogy. Igazából jó lenne, hogyha a húsvétkor is igazából a magyar ősi hagyományokra koncentrálnánk egy kicsit, és ott keresténk a válaszokat a hímes tojásra, és nem pedig a szupermarketekben, és, és még egyelőre élvezzük, hogy tudunk venni természetes tojásokat is, meg még találunk, hogyha járunk utána, akkor olyan sonkát, amelyik disztóból készült, Köszönjük a figyelmüket mindenkinek, boldog ünnepeket és, és családi napokat kívánok. Ha esetleg ezekből az információkból valami olyan érdekes volt, akkor az sem baj, hogyha a húsvéti vendéglátogatásban, vagy rokollátogatásban, vagy az, a, a, a ebéd utáni beszélgetésben azért talán ezekről a komolyabb dolgokról is esik a szó. Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk magunkra, és mindenkinek kellemes úsvétot! Köszönöm, Laci, hogy itt voltál velünk, nagyon jó volt most is. A nézőknek köszönöm a figyelmét, nézzék továbbra is a Nexus televízió műsorait, mert tudják, jogunk van az igazsághoz, és most már azt is tudjuk, hogy sajnos a sült csirke vagy a sült galamb röppájája messze elkerüli a Kárpát-medencét. Tegyük jobbá együtt a világot. Viszontlátásra! Viszlát lát!